Jó napot kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim, mindenkinek áldott békés karácsonyi ünnepeket és sikeres új évet kívánok. Ami a mondandómat illeti, ugye ilyenkor zárjuk a 23-as évet és tájoljuk magunkat a 24-es évre, és ez a találkozó önökkel arra alkalmat ad, hogy jobban értsenek bennünket, illetve jobban értsük egymást. Hogyan érti a kormány a 23-as évet? Mi a 23-as évet úgy látjuk, hogy az a nagy küzdelmek éve volt. Itt volt a háború, a növekvő terrorfenyegetés, a migráció, az infláció és Brüsszel. Ezek voltak a nagy küzdelmek színterei. A céljaink azok világosak voltak, a háború esetében Magyarország kívül tartani, kimaradni ebből. A terrorfenyegetés esetében, amely felerősödött Európában, azt mindenképpen távol tartani Magyarországtól, a migráció esetében megfékezni, az infláció esetében azt letörni, és Brüsszel esetében pedig megegyezni dacára a folyamatos gáncsoskodásnak. Amit ma már mindannyian tudunk, az az, hogy az infláció, a háború és a migráció és a terrorfenyegetés kérdésében sikerrel jártunk. Tehát amit célul tűztünk ki, azt el is értük. A nagy küzdelmek azok nem csak a kormányra voltak jellemzőek a 23-as évben, hanem nagy küzdelmet folytattak és küzdködtek a magyar családok is. A háború magával hozta a szankciókat, a szankciók az energiáremelést, az pedig veszélybe sodorta a nyugdíjak és a bérek értékét. A nyugdíjak értékét teljes egészében sikerült megvédeni. Várjuk még a december végi gazdasági adatokat, de úgy látszik, hogy a béreket is nagyobb arányban sikerült megvédeni, mint az év közepén ez elég szomorú módon látszott. Akkor azért volt egy 4-5%-os féléves reálbér csökkenés, azt az év végére talán 1% alá tudjuk szorítani. A cél a 24-es évet illetően pedig az, hogy a nagy küzdelmek helyett inkább a családok legyenek megint a politika középpontjába. Ha 2023-ban azért küzdöttünk, és azért dolgoztak az emberek is Magyarországon, hogy amit már korábban elértek, azt ne veszítsék el, megvédjék azt, amiük van. 24-től azt reméljük, hogy itt már az előrelépés érdekében dolgozhat az egész ország, ideértve a családokat is. Amit a kormány ennek érdekében tenni tud, az részben már bejelentésre került. Ugye ilyen az új lakásprogramunk, abban bízunk, hogy a Csók Plusz sok 10 000 család számára jelent előrelépés lehetőséget. Elfogadtuk, kihirdettük a munkaadók és a munkavállalók által kötött megállapodást, ami a minimálbérek emelésére vonatkozik, egy 10-15%-os emelésről beszélünk. A nyugdíjak értékét azt garantáljuk, sőt, miután úgy látom, hogy az infláció mértékét azt egy hónappal ezelőtt 24-es évre magasabbra becsültük, mint ami az valójában lesz, ezért ott a nyugdíjak értékének megvédésén túl még némi emelkedés is bekövetkezhet. És talán lesz erről szó, ha a feltételek teljesülnek, és ehhez közel vagyunk, akkor egy 3 éves bérfejlesztési programot is meg tudunk indítani a tanárok és az óvónők esetében. Ami a 24-es évnek a politikai céljait illeti, annak középpontjában az európai parlamenti választások állnak. Önök ismerik a mi kendőzetlen véleményünket arról, ami Brüsszelben folyik. Bennem is az a meggyőződés alakult ki, és ez egy elég általános vélekedés itt Magyarországon, hogy Brüsszelben a bürokraták egy buborékban élnek, és ezért Brüsszel vak, nem látja a valóságos életet, elrugaszkodik azoktól a problémáktól, amelyekkel nem csak Magyarországon, hanem egész Európában küzdenek az emberek. A 24-es választásoknak az a cél, hogy kinyissuk Brüsszel szemét, lássa a valóságot, és képes legyen arra, hogy kijavítsa azokat a vezetői hibákat, amelyeket 2023-ban elkövetett. 23-as év tehát a nagy küzdelmek éve volt, 24 az a tervek, a nagy tervek éve lesz, és az európai parlamenti választás éve is, ahol megpróbálunk Brüsszelben egy jelentős politikai változást elérni. Így tekintünk a 24-es évre.